Bár most üresek a folyosók és a tantermek, nem ez a jellemző a Bátaszéki II. Géza gimnáziumra. Beszélgettünk diákkal, volt diákkal, olyan volt diákkal, aki azóta a tanári kar tagja, hogy mit adott és mit adhat nekik a gimnázium és a város. Igen, én ide jártam, és pozitív tapasztalataim voltak, utána pedig ide is jöttem vissza, hál' Istennek volt lehetőségem, és igazgató úr hívott is. Miért jó ide járni? Azért jó ide járni, mert ez egy kis iskola. Bár a létszámunk az elmúlt években gyarapodik, 200-ról most már 250-en vagyunk, és azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van annak a tudatos marketing tevékenységnek, amit mi folytatunk. Tehát az elmúlt néhány évben igyekszünk minden iskolába eljutni, minden általános iskolába eljutni, ami itt a környékünkön elérhető, és hirdetjük azt, hogy a mi iskolánk más, mint a többi gimnázium, amit el tudnak érni, ugyanis a méretekben nekünk óriási előnyünk van. Még kis iskola vagyunk, és mindenkire oda tudunk figyelni. Tehát oda tudunk figyelni azokra a gyerekekre, akik kitűnők, jelesek, főiskolákra, egyetemekre szeretnének tanulni, és oda tudunk figyelni azokra a diákokra is, akik gyengébbek. De minket választottak, és azért választottak minket, mert megbíznak bennünk. Mi nem csak a kitűnőket, jeleseket, jókat vesszük fel, hanem fölvesszük azokat a diákokat is, akik lehet, hogy gyengébben teljesítettek az általános iskolába. De azt mondjuk nekik, hogy ha látjuk bennetek az akaratot, látjuk azt, hogy igenis szeretnél valamit elérni az életbe, akkor mi oda megyünk és segítünk neki abban, hogy megszerezze az érettségi vizsgát. Ugyanis nagyon sok szakmához érettségi vizsga kell. Szorgalmazzuk azt, hogy a gyerekek előrehozott érettségit tegyenek, amiből lehet. Hát lehet informatikából, lehet nyelvekből. Na most tapasztalat szerint 10. osztályban, és ez is egy érdekes dolog, 10. osztályban leérettségiznek diákjaink informatikából. Én 10. osztályfőnök vagyok, 29-en járnak az osztályomba, 27-en jelentkeztek előrehozott érettségire, bizony. Tehát nálunk nagyon sok előrehozott érettségi van, és 11-ben pedig leérettségiznek egy idegen nyelvből. Van, aki már 2-ből is. És ha megvan egy középszintű érettségi a nyelvből, akkor 12-ben már gondolkodhat, akkor tesz egy emelt szintű. És az emelt szintű érettségivel lehet nyelvvizsgát szerezni. És mi ebben nagyon-nagyon támogatjuk a gyerekeket, sőt szorgalmazzuk azt, hogy 12-ben már csak 3 tantárgyból menjen érettségizni. Magyarból, történelemből, matematikából. És ebben szerintem mi egyedülállóak vagyunk. Az iskola egyik fő profilja a nyelvoktatás. Nálunk a diákok túlnyomó többsége nyelvvizsgával hagyja el az intézmény falait. Ez azért a nagyiskolákban sincs így. És a másik dolog pedig, hogy nálunk úgy szereznek nyelvvizsgát, hogy a tanórákon kapják meg a támogatást. Nem kell nyelviskolába járjanak a gyerekek. Az iskola falai közül a 12-esek úgy kerülnek, hogy már van nyelvvizsgájuk. Óriási előny ez, és nem kellett nekik nyelviskolába járni, de ha ne adj Isten, mégis erre kerül a sor, itt a gimnáziumban járhat nyelviskolába. Mert van nekünk egy szerződésünk egy bajai nyelviskolával, és a mi tanáraink tartják ezeket a nyelvtanfolyamokat. Nagyon szeretek ide járni, mert maga az épület egy modern épület, a környezet nagyon nyugodt és szép, és azért is szeretek ide járni, mert a hangulat nagyon családias, tehát majdnem mindenki ismer szerintem mindenkit. Valószínűleg nyelvekkel fogok tovább tanulni, némettel, vagy angollal, vagy esetleg mindkettővel. Nem tudom, vagy idegenvezető, vagy tolmács, így ezek jöhetnek szóba szerintem. Nagyon sok lehetőséget kínál ez a kisvárosa a fiataloknak. Így gondolja ezt Bozsolik Dávid is, aki 2015-ben érettségizett a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban, és azóta már mint végzett jogász ült le velünk beszélgetni. A gimnáziumot én 2009-ben kezdtem itt Bátaszéken, ugye egy 6-osztályos gimnáziumban jöttem át. Azt lehet mondani, hogy a gimnázium ugye egy kis létszámú gimnázium. Ennek köszönhetően az egész légkör egy nagyon családias volt, és a tanárokkal is egy olyan közvetlen viszont sikerült kialakítani, ami egy nagyobb létszámú gimnáziumban szerintem nem valósulhat meg. Úgy gondolom, hogy ez a kis létszám miatt lehetőség van a tanároknak, illetve a diákoknak is egy olyan
viszonyt kialakítani, amelyből nagyon jól kitűnik az, hogy ki miben erős, miben gyenge, illetve és akkor ennek, tehát vagyis hát ezzel tudnak ők egy olyan tanítási struktúrát felállítani az egyes diákokkal szemben, ami nyilván az ő fejlődésüket csak előre visz. Én mindig is humán beállítottságú voltam, tehát nekem a reál tárgyak azok mindig a gyengéim voltak. Ugye édesapám is jogászként végzett, és nekem nagyon megtetszett ez a szakma, vagy ez a hivatás, inkább úgy mondanám. És nyilván a gimben én nagyon sok segítséget kaptam ahhoz, hogy ide el tudjak jutni. Ez nekem már körvonalazódott 10. évfolyam környékén, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor nyilván a fakultációkat, illetve a nyelvvizsgákat is ennek a fényében választottam és csináltam. Leérettségiztem 2015-ben, és utána felvételiztem Szegedre az Állami és Jogtudományi Karra, amit idén decemberben sikerült befejezni, így már jogászként ülhetek itt, és jöhetek vissza a gimnáziumban. Nem csak az iskolának, a városnak is nagy szerepe van abban, hogy ide visszavágynak az emberek. Én úgy gondolom, hogy Bátaszék egy olyan hely, ahol ha az ember akarja, akkor megtalálja a számításait. Tehát itt aztán végképp minden megvan, amire egy embernek szüksége van. Gondoljunk csak itt akár az iskolától, tehát most megnézzük, akkor bölcsödétől gimnáziumig minden adott. Mindenképp a szakmai tudást szeretném valamilyen szinten kamatoztatni, amit én az elmúlt 5 évben, vagy a gimnáziumot számítjuk, akkor 11 évben én kaptam Bátaszéktől. És ezt nyilván szeretném ezért visszaadni, illetve próbálni segíteni az alattunk lévő generációknak is ebben, hogy ők olyan irányba tanuljanak tovább, olyan szakmát és pályát válasszanak maguknak, amit ők szeretnének. Egy másik volt diákot is megkérdeztünk arról, hogy mit kapott az iskolától. Mindent. Az összes alapot, lehetőséget, amelyből kiindulva felnőttként megélhetem az életemet, és megtölthetem tartalommal a mindennapokat, és ki tudom használni a lehetőségeimet. Első osztályba belépve, mert akkor még nem 9-nek hívták, az osztályfőnökünk László János bácsi már egy maréknyi csapatot kiválasztott, akikről azt gondolta, hogy versmondó versenyen, esetleg a habitusuk, a bennük rejlő lehetőségek alapján helyt állhatnak. És ez a fajta támogatás számomra egy akkora töltetet adott, amelyik később, amikor harmadikosok voltunk, vagy végzős gimnazisták, országos vers és prózamondó versenyekre jártunk, és hát nem egyszer a dobogóra álltunk föl, mondjuk Tatabányán, Pápán, Veszprémben, Budapesten, Győrött. És ez a mai napig meghatározza egyébként az életemet. Az határozta meg leginkább, hogy nem abban, vagy nem azért szittak meg mondjuk folyamatosan, mint ez egy szerintem a mai világban jelenlévő probléma, hogy mi az, amit én nem szeretek, vagy nem tudok. Humán osztály voltunk már a nevünkben is egyébként. A reál tárgyak egészen távol álltak tőlem is, mint például a matematika, a fizika, na meg talán a kémia is. De amiben jók voltunk, abban fölemeltek bennünket. Kibontották a szárnyunkat, lehetőséget biztosítottak, támogattak erőn felül. Megyei országos versenyekre vittek bennünket, és ez számunkra azt gondolom, hogy a lehetőségen felül egy olyan töltetet adott, amelyik tényleg meghatározta ezt az itt eltöltött 4 évet, és amelyből mi tudtunk tanulni, és gazdagodni, és gazdálkodni felnőttként. Szereztem 2 pedagógus diplomát, taníthattam is, aztán valahogy a sors úgy hozta, hogy a közművelődésben helyezkedtem el, és valahogy az utam visszavezetett Bátaszékre is. Én máron több mint 3 éve a Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft.-t vezetem, és igyekszünk programokkal és tartalommal megtölteni a bátaszéki mindennapokat. Azonban nem csak a munkahely köti Bátaszékre. Mind a 2 gyermekem ide jár. És ez furcsa volt számomra, mert valahogy meg sem fordult a fejemben néhány évvel ezelőttig, hogy hát ide is járhatna a lányom vagy a fiam. És amikor 6. osztályban Bori lányom azt mondta, hogy nézzük meg, nem is, csináltak egy YouTube filmet, egy diák, egy akkori kisdiák egy napját, életét mutatták be. És amikor azt a lányom meglátta, azt mondta, hogy ez neki nagyon tetszik. És onnantól hát elindult a lavina, eljöttünk megnézni a nyílt napot, tájékoztatóra jelentkezett, fölvették,
hetedik osztálytól itt tanul, most már tizedikes, és ami a legérdekesebb, hogy amikor a hetedik osztályt elkezdte a nagylányom, akkor az én fiam az ötödik osztályt kezdte még általános iskolában. És eltelt két hét, és Gáspár fiam a következő kérdést tette fel a vacsoraasztalnál, hogy apa, én mikor járhatok oda? És én visszakérdeztem, hogy miért szeretnél te ide járni? És akkor az akkor ötödikes fiam elmondta, hogy látja a változásokat a nővérén. Hogy eltelt ugyan még csak két hét, de kinyílt, boldog, elégedett, kíváncsi, és jól érzi magát a bőrében. A korlátozások miatt idén nem volt lehetőség nyílt napot tartani az iskolákban, de remélik, ez nem befolyásolja majd azt, hogy sokan a második Géza gimnáziumot válasszák.